Kisvárdáról érkeztél, de hát tulajdonképpen a Kisvárdai Színház Fesztivál emelkedett hangulatából azt lehet mondani, hogy egy tragikus pillanatokba, ha csak nem éppen tragikomikus pillanatokba csöppentél bele. Hogy érzed magad, milyen kilátásokkal vágsz neki az idénynek ebben a nem túl rózsás helyzetben? Igen, láttam sajnos, hogy nem indult jól a bajnokság a Csíkszereda számára. Nyilván azért jöttem ide, hogy segítsek rajtuk, csapaton, és minél jobb eredményt érjünk el. A környék az nagyon szimpatikus, jó kis város. Úgy érzem, hogy itt jól fogom magam érezni. Lukasz ível, Banai benn marad, Sasa fejeli középre, ott a fejes, egyenlít a Kisvárda! A frissiben beállt jelen a Richard góljával. Gyakorlatilag 3 méterről, sőt lehet csak 2,5-ről fejel. Ez megint indulhat a Kisvárda, többen is érkeznek. Kovács Réti pedig lendületből jön a bal oldalon, egyedül cipelheti a labdát. Érkezik a túloldalon, Jelena meg is kapja, 3-1, eldőlt a mérkőzés. A 86. percben egy kontra elmegy, és ahelyett, hogy a paksiak egyenlítenének, a Kisvárda szerzi meg a 3. gólt, és ezzel valószínűleg a 3 pontot végig is ment. Már Navratilnak is volt egy indítási kísérlete néhány perccel ezelőtt, az hasonló.